Az éghetetlen papírzsebkendő és papírpohár. Többi között ezt a kísérletet is bemutatták a Bajza József Gimnáziumi Szakközépiskola diákjai az intézmény kísérlet bazár programján. Például a papírzsebkendőt víz és alkohol keverékében mártjuk 50-50%-ba, és így miközben az alkohol elég, így a víz ugye elkezd párologni és visszaüti, mivel hőt fog elvonni, és ezért nem gyullad meg a papírzsebkendő. Igen, nem éri el az égési hőmérsékletét a papír. Több mint 100 féle fizikai és kémiai jelenséget prezentáltak a tanulók. Volt, aki a hagyományosnak mondható kémia órákon megszokott eszközöket, például kémcsövet használt. Azonban azt is bemutatták a diákok, hogy egy okostelefonnal és egy hangszóróval is lehet bizonyítani egy érdekes jelenséget. Pádár Boglárkának pedig csak egyszerűen boros poharakra volt szüksége. Az egyik pohárba vizet öntünk, borosig, a másikba is ugyanígy bort. A vizes pohárra rárakunk egy fóliát, ami a felületi feszültség miatt rátapad, és ezért meg tudjuk fordítani lefelé a poharat, a vizes poharat. Ezt a vizes poharat rárakjuk a boros pohár tetejére, és szép lassan elkezdjük kihúzni a fóliát. Hogyha eltaláljuk jól a kis résnyi helyet, és jobb minőségű a bor, akkor elméletileg a két folyadék helyet cserél. Sevella Judit szervező elmondta, hogy a nap célja a természettudományok népszerűsítése volt. Hozzátette, a Bajza József Gimnáziumban nagyon jók a feltételek a reáltantárgyak oktatásához. Így a diákokat alaposan fel tudják készíteni az emelt szintű érettségére is a pedagógusok. Az iskola laboratóriumában sok lehetőségük van a tanulóknak a természettudományos tárgyakhoz kapcsolódó kísérletek elvégzésére. Igazából ez a gyerekek ötlete is volt, hogy mutassuk meg ezeket a kísérleteket, és hívjunk meg rá minél több embert, hogy ők is lássák, és ők is élvezzék ezeket a nagyszerű természeti törvényeket. Papné dr. Forgács Edit az intézmény igazgatója leszögezte, hogy ez a rendezvény jól mutatja, hogy az iskolában komoly szakmai munka zajlik a természettudományos tárgyak oktatása kapcsán is. Pont azért hoztuk létre ezt a napot, hogy lássák a mi tanulóink, illetve a környék iskolái, akiket meghívtunk erre a szakmai napra, hogy milyen érdekes lehet a fizika, a biológia, vagy akár a kémia tantárgy, akkor, hogyha megnézzük a szépségeit is, és nem csak a tankönyvből tanuljuk őket, hanem látjuk, hogy hogyan is néznek ki tulajdonképpen ezek a természettudományos dolgok. Lestján Balázs alpolgármester rámutatott, hogy a kísérletbazár egy példaértékű rendezvény a 60-i oktatásban. A diákoknak föl kellett készülni a mai napra, öntevékenyen kellett ezt a dolgot csinálni, persze a tanárok a háttérben voltak, de itt nagy a mozgolódás, számtalan kisebb-nagyobb technikai dolgot látunk, és ugye a biológiáról, a fizikáról, a kémiáról szól, a természettudományokról, ami számomra nagyon kedves és nagyon közel áll hozzám, úgyhogy szerintem ez egy szenzációs nap ma itt. A gömböc az első ismert homogén test, melynek egy stabil és egy instabil, azaz összesen két egyensúlyi pontja van. Bizonyítható, hogy ennél kevesebb egyensúlyi helyzettel rendelkező test nem létezhet. Erről a népszerű magyar találmányról beszélt a gömböc egyik feltalálója, Domonkos Gábor. Azt is elmondta, hogy ma már a gömböc segítségével más jelenségeket is meg tudnak magyarázni. Hát sikerült a Marson látott kavicsok formájából az ott valaha folyt folyóvíz léttére következtetnünk, és ezt az elméletet is a gömböc nyitotta meg. Tehát a gömböcből számos nagyon érdekes természettudományos kérdés sikerült megválaszolni, például egyes teknősfajok páncéljának az alakját megmagyaráztuk, illetve ami most foglalkoztat bennünket, az a élettelen természetben a kavicsok, a sziklák alakjának a fejlődése. Az érdeklődők hologramképekből nyílt kiállítást is megtekinthettek a rendezvényen.